Miután megismerkedtünk a legfontosabb tudnivalókkal a matematikai kifejezésekről, nézzünk akkor most egy konkrét feladatot. Jelölje az x, az ismeretlen számot. Kösd össze mindegyik mondatot a neki megfelelő kifejezéssel. Íme nézzük a négy kijelentésünket. Az ismeretlen számnál 9-szer kisebb szám, az ismeretlen számnál 9-szer nagyobb szám, az ismeretlen számnál 9-szel nagyobb szám, illetve az utolsó kijelentésünk, az ismeretlen számnál 9-szer kisebb szám. Ezeket a kijelentéseket kell majd, hogy összekössük, az x osztva 9-szel, az x plusz 9, az x mínusz 9, illetve az x-szer 9 kifejezésekkel. Az első dolog, amire oda kell figyelni, a 9-szel, illetve a 9-szer. Foglalkozzunk először a 9-szel. Amikor valamennyivel nagyobb vagy kisebb, az mindig összeadást vagy kivonást jelent. Láthatjuk, hogy a fölkínált matematikai kifejezésekben kettőnél szerepel összeadás vagy kivonás. Tehát amikor a kijelentésünkben 9-szel szerepel, az vagy x plusz 9 lesz, vagy pedig x mínusz 9. Hogy mikor lesz plusz és mikor lesz mínusz, azt a kisebb, illetve a nagyobb szám határozza meg. Abban az esetben, ha nagyobb, az jelenti az x plusz 9, illetve amikor kisebb, az pedig az x mínusz 9. Így már könnyűszerrel össze is tudjuk kötni, tehát az ismeretlen számnál 9-en nagyobb szám, ez jelenti az x plusz 9, és az ismeretlen számnál 9-szer kisebb szám, ez pedig az x mínusz 9. A másik fogalom a 9-szer. A 9-szer jelöli az osztást, illetve a szorzást. Úgy szintén a nagyobb, illetve a kisebb konkretizálja. Amikor azt mondjuk, hogy 9-szer nagyobb, abban az esetben szorzásra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy 9-szer kisebb, abban az esetben pedig osztásra. Így már a hiányzó két kijelentésünket is össze tudjuk kötni a megfelelő kifejezéssel, tehát ha egy ismeretlen számnál 9-szer nagyobb számot szeretnénk leírni, az lesz az x szorozva 9-szel, ha pedig egy ismeretlen számnál 9-szer kisebb számot, az pedig lesz az x osztva 9-szel.